50 esztendeje, ahogy fölszenteltek pappá, Horváth Józsival együtt vagyunk itt, aranyisések. Kis mindazokat köszöntöm, mindenhetőket köszöntelek, akik akár az 55 éves érettségi találkozóra, akár pedig 40 éves vagy bármilyen találkozóra jöttetek el hálát adni. Ebben a szentmisében elfoglalom először is a tanárainkat, akik közül most már csak egy él, mint azok, akik minket itt tanítottak és neveltek, mert nem csak tanítottak, hanem neveltek. Fölajánlom az elmúlt osztálytársakért, hozzátartozóikért és az élőkért, akik nem tudtak eljönni, és végül pedig mindannyiukért, akik eljöttetek erre a hálátó szemmisébe. Összekoronál bennünket az iskola szervezés, két több osztály is egyszerre is résztek. Még egy valamire sajnos módon is gondolni kell, már azokra is kell gondolnunk, akik a 40 éves osztálytalálkozóra jöttek, és az ő gyermekei közül is meghaltak pára. Rájuk is gondolnak, van, aki 10 évesen lett rakatos baleset, most baleset áldozat, másik autóbaleset áldozata lett, és értük is, fölajárjuk ezt a szentségét, külön rájuk is gondolva, de társulóval a tanárok, szülők, élők, talán még a szülők közül többen, de már akik az éppen vannak az ő lelkükre is gondolva, ajánlani ezt a szentségét. És hát mindannyian, akik itt vagytok, hát gondoljátok ti is, hogy kiért ajánljátok föl, mert az a szentségben úgy van, hogy én fölajánlom, a ti fölajánlásokat is ugyanúgy érvényes és hatékonyabb a szentségben. Így foglaljuk össze akkor a kéréseit, a szándékokat az Úristen előtt, amíg a hívek könyörgését által fér bele minden álladásosnak kérdés, és azt ti magadon fogalmazzátok meg a Jóisten. Még hozzám teszem, hogy a mi osztályunkból tizet szenteltek föl az ország különböző egyházmegyében. Két ferences atya is van, akik a két osztálytársai voltak, és a lejáratból pedig két papát, Lukács András és a Petrás Elit Dénes Bőr katolikus volt. Tehát 12 pap lett ebből az évfolyamból. Állítanak a Jóistennek a meghívásért, és most rájuk is. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én béken, én ilyen nagy béken, én azért a gondoságos, mindenkor szeretőben ezt az Máriám, az összes a mondatokat és szenteket, és Istenek testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazom nekünk, a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezesse el az örök életbe. Amen. Thank you.
hirdetője legyünk, és kegyelmet hűséges kiosztójának bizonyuljunk, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki vele lény és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mint örökké. Hívhatta az idősebb fiát Ésaut, és megszólította: fiam, ő azt felelte, itt vagyok. Ekkor azt mondta neki: látom, megöregedtem, és nem tudhatom halálom napját. Most hát vedd fegyvereidet, a tegez meg az íjat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat, készíts el tisztetesen, ahogyan én szeretem. Aztán hozd be, hogy egyen belőle, és megálljanak, mielőtt meghal. Rebeka azonban meghallotta, amit Isákkal, a fiával és Ésauval beszélt. Amint Ésau elmerült vadászni, hogy valami vadat hozzon, Rebeka fogta a idősebbi fiának, Ésaunak otthon lévő legjobb párját, és ráadta az kisebbi fiára Jákobra. A kezét és a sima nyakát pedig kecskedig a bőrével borította be. Majd az ízletes ételeket és a kenyeret, amelyet készített, kezébe adta a fiának, Jákobnak. Jákob bement atyához, és megszólította: atyám. Ő azt válaszolta: Hannó, ki vagy te, fiam? Jákob erre azt felelte: én vagyok elsőszülötted, és a úgy cselekedtem, ahogyan parancsoltad nekem, ülj fel tehát, és egyél a vadászárpányomból, hogy áldásokkal részesüljen. És hát megkérdezte fiától: fiam, hogyan találtál vadat ilyen hamar? Ő így válaszolt: az Úr a te Istened akaratra volt, hogy elém kerüljön. Akkor Isák azt mondta Jákobnak: jöjj közele, hadd tapogassalak meg, hogy valóban te vagy-e az én Ésau fiam, vagy sem. Jákob közelebb ment atyához, Isákhoz, aki megtapogatta és azt mondta: hang ugyan Jákob hangja, de a kéz Ésau keze. Nem ismerte meg, mert olyan szőrös volt a keze, mint bátyjának. Ésaunak a keze. Megáldotta tehát, de ezért megkérdezte tőle: ne vagy az én Ésau fia? Ő azt felelte: én vagyok. Erre Isák így szólt: hozd ide a vadászárpányodat, fiam, hadd egyen belőle, hogy aztán megálljanak téged. Oda vitte neki, és amikor megfogyasztotta, bort is hozott neki, és ő is ivott belőle. Akkor atya Isák így szólt hozzá: jöjj közelem, és csókolj meg. Ő odament és megcsókolta. Amikor Isák megérezte ruhájának illatát, megálltotta őt e szavakkal: íme fiam illata olyan, mint a mező illata, mert megálltott az Úr. Áldjon, adjon az Isten neked,
az ég harmatából, a föld bőségéből, gabonát és bort. Népek szolgálnak téged, és nemzetek boruljanak területe. Légy Ura testvéreiknek, és boruljanak területe anyád fiad. Aki téged átkoz, legyen átkozott. Aki pedig áll, legyen áldott. Ez az Isten igéje. Ezért
Bízunk a jóságos Atyában, aki fiát adta, hogy mi elmenesszünk.
kérdésekkel fordulunk az Úrhoz. Bizalommal fordulunk Istenhez, aki Márián, Krisztus Anyján, fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek. Irgalmasság Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édes Anyát megkaptál nekünk. Add, hogy mindig gyermekeink szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Kérünk téged, hallgassunk minket. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkkel fogadjuk Szent Fiat igényét. A kereszt alatt álló Máriát megerősítette a fájdalmak elviselésére, az ő közbejárására vagy kerül nekünk, és a kereszt hordozására. Szent Fiat feltámadása által örömmel töltötte el Szűz Mária szívét. Töltsd el minket is a feltámadás reménységével. Kérünk téged, hallgasson minket. Szűz Mária testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Föld életünk után add meg nekünk is az örök élet kegyelmét. Kérünk téged, hallgasson minket. A boldogságos Szűz Mária a mennyország királynője. Az ő közbejárására fogad be elhunyt tanárainkat, osztálytársainkat, rokonainkat, ismerőseinket és barátainkat az örök élet boldogságából. Kérünk téged, hallgasson minket. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveink, hogy a boldogságos Szűz Mária oltalmában nézünk. Anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a Földön, és az örök élet örömére jussunk a mennybe, Krisztus, ami Úrunk által. Thank you.
érdemük nélkül ajándékba adtál, az kegyelmekből tett hatékonnyá bennünk, Krisztus, ami úrunk Thank you.
és az egész papsággal együtt. Emlékezz erre a földállás keményben elő testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatlan bízva távozzák a világból. Bocsáss őket szerzi megváltására. Könyörülj kérünk mindnyájukon, hogy Isten Anyjával, a boldogságos Szűzmáriával, Szent Józsefre az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szentel együtt, aki a világ kezdete volt a kedves volt előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk néged Jézus Krisztus, a te fiad által.
hanem csak egy szóval mondunk, és meggyógyul az életünk.
kedves találkozósok! Nagyon, de nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy meghívtatok erre a 50 éves érettségi találkozóra. Hálásan köszönöm, hogy még külön kis emlékkel is megajándékoztatok engem. Hála a Jóistennek, értetek, családtagokért, és azért, hogy engem megőrzött mindeddig, és a 90. életévemet tudom tapasztalni, vagyis taposni. Hála legyen a Jóistennek, és hála legyen nektek. A mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldásra szálljon rátok, és maradjon veletek mindörökké. És a további osztálytársaimnak, akik ma nem lehettek velünk, Páter Kolos, Tóksa Miklós, nekik el fogunk majd mutatni. Úgyhogy köszönjük ezt a szót, minden benne és a Aztán itt a Ferencet gimnáziumban lehet első évben, amelyik alkalommal
minden vállalkozásokban, akár lelki dolgokról volt szó, akár pedig a építkezés a gyermekben. Amikor összeemberre kapta azt a jelmondatot, hogy tűztem ki, hogy az Úr velem van, nincs bennem félelem, minden mit állt a tényeken, a 117. Zsoltának a versét, mert éreztem, hogy majd ott fog helytállni, és hát tudtam helytállni a Isten kegyelmével. Most pedig azt mondtam a harmadik képemre, hogy hálát adok az Úrnak, mert mindig jóságos és szeret minket. Ez a 117. Zsoltának az első vers, amit hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket, mert mi szeretnénk megköszönni. Mindenkinek adok majd a Békási templomnak, amely 1980-ban épült az oltárképen. Igazából kapcsolódik pap életen jelentudatához, hogy mindenkinek minden elette az evangéliumot érteszem. Mert mindenki ezt a hívás, ezt a küldetést ugyanúgy, mint az oltárképen ott van. Izaiás prófétának a mondata, itt vagyok, küldj engem. De mindez a képen ki van fejezve, nem szomorúan kell megtenni, hanem a szitanya lelkületében magasztalja lelkem az Urat örömmel, és ezzel a magasztalással köszönjük meg a szitanyának, hogy velünk volt 50 éve. Most az áldás az Úr legyen veletek, és a veletek. Papi készen kérdezünk Márkkal, és a szizanya közbenjárására, és Mérőszentetek közbenjárására. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentse véget ért, menjünk végére. Isten legyen. Jesus, Jesus, Jesus.
tisztelendő régi osztályfőnökünk, igazgatónk, Páter Jeromos atya előtt. Haladál, atya. Meg mindenki más olyan meghalt tanárunk előtt, aki valaha is tanított bennünket. Szeretnénk emlékezni minden meghalt osztálytársunkra, és most értünk fogunk majd elmondani egy imát, és gondolni rájuk, hogy ők már nem lehettek velünk ezen a szép ünnepen. Én most meggyújtom ezt a három gyertyát, az egyik Jeromos atyájéjel képesen, a másik a meghalt tanárainké jelképesen, és a harmadik pedig a meghalt osztálytársainké. Együtt, reál, humán, vegyesen. Ifjú szívünkből új nóta száll, friss lombosságon szemünk száz madár, testvérünk minden hegyről a bőr, bármerre lépünk, szebb lesz a föl, célunk a béke, tettünk mindig a jó, Isten kezében élni de jó. Rombol és pusztít, vagy gyűlölet, nem kell ez nékünk, csak szeretet. Szent Ferenc lelke tetre tüzel, szent jobb világot építni fel. Célunk a béke, tettünk mindig a jót, Isten kezében élni de jó. Most imádkozzunk Edmund tanárainkért és osztálytársainkért, és mindazokért, akik itt segítettek bennünket a 4 év alatt, és már az örök hazába költöztek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényességét nekik. Az ő lelkeik és a megholt hívek lelkei Isten irgalmából nyugodjanak békességben. Amen. Örök nyugodalmat adjon. Yeah.